ilyen keserű látványnyól kell beírjam a hiúzok hiányát. Valahogy nagy szomorúan, de elviselem. Megyek tovább, keresem a hiúzt. Nagyon izgatott vagyok, ugyanis megkaptam egy anyának és két kölykének a friss nyomát itt a havon. Rá vagyok állva és megyek utána, hát ha valahol megtalálom őket. Kemény ez a hiúz nyomozás. A lábaim szakadnak le, annyit mentem utánuk. Megszívattak, úgy elkezdtek a kölykök játszani. Mentek körbe-körbe, kergetőztek. Annyi fölösleges kört csináltam. Most itt vagyok megint nyomukon. Hú, nem gyenge. Erről az anyáról és a kölykeiről van pár felvételem. Vadkamerás persze csak. Eleinte hárman voltak, aztán az egyik elpusztult. Maradt két kölyök, de azok nagyon szépen fejlődnek. Ezt a nőstényt tavasszal sikerült lefotóznom. Most már lassan egy éve, hogy fotóztam. Remélem, hogy az idén megint találkozom vele, vagy velük. Na, dokkoljatok! A pár nappal korábbi nyomaimat keresztezték. Nem csináltam rosszul semmit, csak rosszkor voltam itt. Tizen kilométeren túl vagyok. Egyszer csak vége lesz. Na kérem. Megint egy meredek áll előttem, de már egy óra múlva teljesen sötét lesz. Nem tudom, hogy nekivágjak-e, visszaérek-e még időben az autóhoz. A tegnapi hiúznyomokat ismét felvettem. Megpróbálom kideríteni, hogy hova mentek. Remélem, hogy nem mennek ki olyan helyre, ahol elveszítem a nyomokat, ahol már el van olvadva a hó. Most itt vannak előttem. Hegynek felfele természetesen. Na, drukkoljatok! Hát elég nehéz követni a nyomaikat. Itt hatalmas csetepatét rendeztek a kölykök, játszanak, össze-vissza szaladták a helyet. Annyi a nyom, hogy egyszerűen lehetetlenség kitalálni, hogy melyik merre megy, hova tart. Hihetetlen, megmutatom. Bármilyen hihetetlen, nagy szerencsém volt. Addig köröztem az a pont körül, ahol játszottak, míg sikerült újra rálennem a nyomaikra,
vezetnek tovább. Itt is azért elég nehéz követni, mert össze-vissza járkálnak, de... De hát, ha... elvezetnek valami prédához. Például az egyiknek a fekvő helye van, megmutatom. Itt időzött egy kis ideig. Megyek is tovább. Itt valamit megfogtak. Itt egy holló is. Meg kell találjam a tetemet. Hát, sajnos úgy látszik, hogy vége a nyomozásnak. Itt jött le. A nyom, jobban mondva, itt jöttek le a nyomok, és bevezetett ide. A hó el van olvadva. Itt ember legyen a talpán, aki követi a nyomot. Úgy néz ki, ennyi volt. Bármilyen hihetetlen, az előbb 5 perce mondtam, hogy elveszítettem a nyomot, ugyanis egy déli oldalra vezettek, ahol teljesen ki volt olvadva. Itt is elkezdtem körözni, és mit ad Isten? Megyek. Úgy néz ki. Megelőztem őket. Valahol itt kellene átjöjjenek. Vagy egy kicsit fennébb, vagy ezen az úton, amin én kijöttem. Ha beleállnak az útba, akkor ezen remélem feljönnek. Kint már mező van. Van vagy 3 opció, merre mehetnek. Most szerencsém kell legyen, hogy a 3-ból a jót válasszam. Nem igazán értem, hogy mit csinálhattak. Kimentek a mezőre, vagy bent maradtak abba az erdő részbe, ahol a nyomok bevezettek, amit lekerültem. Nem tudom, de megpróbálom majd legközelebb kideríteni, ha a nyomok még meg lesznek. Folytatódik a kaland. Tegnap megtaláltam az ősztetemet, mármint ami maradt belőle. Amit megfogott az anya a két kölyökkel. Már nem volt sok belőle, tehát esélytelen volt, hogy visszajöjjenek rá, legalábbis nem tartottam valószínűnek. Ezért a korábbi tapasztalatokból kiindulva egy olyan helyen várakoztam, ahol a mozgás van. Elvileg el kell menjenek, legalábbis gyakran járnak azon a részen. Húzok gyakrabban, mint más részeken. Azért, hogy gyakran az enyhe túlzás. Ott várakoztam egészen addig, amíg elfogytak a fények. Fotózásra már nem volt alkalmas az idő. És visszamentem az autóhoz, és talán egy 40 perccel később az egyik küldős kamera küldte a videót, amin az anya a két kölyökkel elsétál. Itt van a kamera felszerelve. Ezelőtt mentek el az este, onnan jöttek, abból az irányból.
abba az irányba tartottak, ahol tegnap múlt egy éve, hogy lefotóztam az anyát. Ahol én várakoztam, attól talán 400 méterre lehetett ez a kamera. Na kérem szépen, kijöttek a sötétség lepe alatt erre a mezőre, és úgy elmentek, mint a távirat. Tegnapi Hughes projekt nem ért véget, azzal, hogy a mezőre kimentek a nyomok, és elvesztettem. Sejtettem, hogy merre fognak menni. Este vártam is ott rájuk. Ki van rakva egy kamera is oda, de nem jöttek az este folyamán. Viszont, hogy bosszantsanak, ma reggel korán, hajnalban elment ott a két kölyökkel az anya. Szépen sétáltak fel ezen a régi erdei úton. És ott volt a tegnap a leshelyem. Ide voltam beülve. Kicsit már behalszta. És onnan jöttek. Na, elég nehéz ez a Hughes fotózás. Közben felvettem a fehér álcaruhámat. Mert itt már több a fehér, mint a sötét háttér. De már nagyon kevés a reményem. Nem járok túl rossz helyen. Két Hughes nyom van, egy előre és egy szembe, valószínűleg ugyanaz a macska lehet, meg egy pár medve nyom, de sajnos ezek mind régi. Na de legalább jár erre a Hughes. Itt jövök én, és ki járt előttem, pont velem szembe? Hughes. Igen.